Köszöntöm ismét Önöket. A hét egyik legfontosabb belpolitikai híre volt, hogy feloldották a titkosítás alól azt a jelentést, amelyből kiderül, hogy 3 milliárd dollárral támogatták Amerikából Márki-Zay Péter mozgalmát, ráadásul egy olyan szervezettől is érkezett pénz, amelyet gyakran kötnek, esetleg a CIA-hez. A stúdióban Szanyi Tibor, az ISZOM alapítója, az MSZP korábbi alelnöke és Volner János, a Huxit párt elnöke, korábbi Jobbik alelnök. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Mennyire valószínű ez, hogy senki nem tudott az ellenzéki pártok közül állítólag erről a támogatásról? Én már láttam egy-két kampányt, 10-20-at, úgy ilyen nagyobb kampányokat. Hát azért ott föl szokott tűnni mindig, amikor az is föltűnik, ha jön pénz, meg az is föltűnik, ha megy a pénz. Tehát én azért azt gondolom, hogy ez egy kicsit álságos történet, hogy most itt, amikor ő nem is látta, szóval na. De teljesen hihetetlen a történet. Gondoljon bele abba, hogy Korányi Dávid fizetett tanácsadója volt Karácsony Gergelynek, aki ezt a bizonyos amerikai szervezetet gyakorlatilag vezette, és lehetetlen, hogy nem tudott róla. Ugyanúgy lehetetlen, hogy a többi ellenzéki párt elnöke nem tudott erről. Most látják, hogy milyen súlyos az ügy. Most először foglalkozik igazán komolyan a magyar kormány a külföldről jövő támogatások kérdésével. Itt az amerikaiak részéről volt egy nyílt beavatkozási kísérlet a magyar politikai viszonyokban. Magyarország szuverenitását súlyosan sértette a baloldali politikusok által végrehajtott akció, most pedig mindenki Karácsony Gergelyt, a menekülő embert kezdi el utánozni. Ugye Karácsony mindig az az ember, aki soha nem volt ott, soha nem tehetett róla, és semmiről nem tud természetesen. Azért furcsa ez, mert Márki-Zay Péter egy interjúban mondta el ezt a pénzt, hogy érkezett pénz, mennyi érkezett, és akkor még nem lehetett tudni pontosan a számokat, és egyre több információ jött ki erről most. Most már ugye amellett, hogy mindenki szabadulni akar a témától, Márki-Zay Péter azt mondja, hogy nem is pártfinanszírozásra, nem párt célra jött ez a pénz, hanem a mozgalmát támogatták ebből. Ez mennyire hihető? Ha már számokat mondunk, akkor hadd mondjam azt, hogy az én pártom, ugye az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy ISZOM, ahogy ez már a fülekben megrögződött. Hát mi, hogyha mindent összeveszünk, de a kredencből kirángatott 20 forintost is, szóval mindent, hát hogyha 30 millió forintot költöttünk a kampányra, akkor már nagyon sokat mondtam. Na most ehhez mérten, ugye ez a pénz, amiről itt beszélünk, ez konkrétan ennek a százszorosa, viszont cserébe azt mondom, hogy ennek a százszoros pénznek meg a további tízszerese, amit például a Fidesz költött kampányra, ugyanígy civil szervezeteken keresztül, nota bene, ennek a sokszorosát költi például a magyar kormány, ugyanezen a logikán mondjuk a külhoni magyar szervezeteknek a ottani belpolitikai támogatására. Tehát, hogy ezt összdimenziójában nézzük, hogy amerikai magyarok támogatnak magyar politikai amerikai mozgalmakat. Magyarok. Milyen vagy, amerikai magyarok? Hát arról volt szó, hogy ez az... Mikroadományok. Igen, de hát mindegy. Igen? Most ez, csak azt idézem, ami a mondás, ugye? Nyilván ezen is lehet, én is tudnék azért hosszasan kötekedni. De azt mondom, hogy ugyanilyen logikán küldi a Fidesz a magyar adófizetők pénzét egyébként Erdélybe, Délvidékre, stb. Stb. Tehát, hogy ezt morálisan nézzük, akkor nézzük úgy az egészet. Én egyébként híve vagyok annak, hogy egy belpolitikai választás az tényleg a belpolitika erőkön múlik. Ebbe beleértem egyébként azt is, hogy én azért nem vagyok teljesen megelégedve a külhoni magyaroknak a hazai szavazati jogával. Ugyanúgy, nem azt mondom, hogy nem kell, csak azt mondom, hogy ez egy kicsit máshogy kéne intézni. Szerintem azt egy nagyon fontos kimondani ebben a beszélgetésben, hogy a baloldalról bebizonyosodott, hogy amerikai zsoldban áll, és az amerikai érdekeket a baloldalról képviseli. Nem. Bocsánat. Tehát, hogyha most abból indulok ki, hogy Márki-Zay Péter az Egyesült Baloldali Tömbnek a miniszterelnök jelöltjeként befogadta ezeket az amerikai támogatásokat, látni lehet azt, hogy ők ezért a pénzért igyekeznek mindent megtenni. Gondoljunk bele abba, soha nem volt olyan amerikai ötlet, amit a baloldali tömörülés tagjai rossznak gondoltak volna. Az összes szankciót megszavazták, legutóbb Magyarország megbüntetését is megszavazták az Európai Parlamentben, gyakorlatilag mindent elkövetnek azért, hogy az amerikai uraikat ezek az emberek kiszolgálják és elárulták a hazájukat.
volt, ezt is ki kell mondanunk. És amit még én nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy amikor megalakul egy ilyen amerikai szervezet, érdemes lenne a kormánypárti újságíróknak azt megnézni, hogy ez az összeg és az amerikai elnök választásban a jelöltek által gyűjtött összeg milyen viszonyban áll egymással. Ugyanis jelentősen többet kaptak a magyarországi baloldali tömörülés pártjai kampánytámogatásként az amerikaiaktól, mint amennyit mondjuk az amerikai elnök jelöltek szoktak egyébként gyűjtögetni saját maguknak. Gondoljunk bele, hát teljesen valószínűtlen, hogy az amerikai polgárokat jobban foglalkoztatja egy kicsi Magyarország nevű ország Európában, mint mondjuk a saját amerikai elnök választásuk. Így nyilvánvaló, teljesen mindegy helyrajzi kérdés, hogy azt mondjuk, hogy a CIA finanszírozta, vagy az amerikai külügyminisztérium, ebbe az amerikaiak hivatalos pénze volt benne, átpántikázták ezt egy álcivil szervezeten keresztül, a világon mindenhol ezt csinálják az amerikaiak, hogy a saját geopolitikai érdekeiket azzal próbálják érvényesíteni, hogy kormányokat döntenek meg, hogy belebeszélnek az adott ország belügyeibe, mint ahogy ide a férfi élettársával költöző amerikai nagykövet is egyébként rendszeresen teszi, ő megpróbálja ellenőrizni Magyarországot, ahelyett, hogy a két oldalú kapcsolatok. Szanyúrnak volt egy ellenvetése, itt bizony, a bal oldal volt az, ami megütött a fülébe. Bizony, Rázs, ez háromszor hangzott el, és én csak egyszer fogom cáfolni. A magyarországi baloldal az a jelenlegi ismereteim szerint legfeljebb három darab pártból áll, és ezek között nincs egy se, amelyik abban az összefogásban részt vett volna. Márki-Zay Péter személyében és világéletében tiltakozott mindenféle baloldali politika, címke, stb. Jelen. Az összes többi párt egyébként inkább liberális, vagy konzervatív, vagy nem tudom mi minden, mint sem baloldali lenne. Tehát az, hogy amikor itt megy a kereplés, hogy a baloldal finanszírozása, én ezt baloldaliként szívből kikérem magamnak, mi egy megveszekedett fillért nem kaptunk, se külföldről, se a magyar államtól, mi kizárólag a saját erőnkből, illetve a barátainknak a 10-20 forintos támogatásával raktunk össze 35 forintot, tehát a baloldal nevében én visszautasítom azt, hogy ezeket a vázlatot. Az elképzelhető mondják. Volt, hogy az MSZP a hatalma csúcsán, amikor a legerősebb párt volt Magyarországon, nem kapott külföldről támogatást? Lehetett, hogy ugye Gyurcsány Ferenc mondta egyszer ezt, hogy jöttek a pénzek, de jobb, hogyha nem tudjuk honnan? Én nem látok bele abba, hogy például Gyurcsány Ferenc idején mi történt. Gyurcsány Ferenc... Hát azért említett, hogy mennyi kampányt csinált végig, azért kérdezem, hogy elképzelhető, hogy jött-e külföldről pénz az MSZP-nek? Én megmondom őszintén, hogy nem hiszem, hogy szükség lett volna rám, ezt így mondom akkor inkább, tehát nem, tudni nem tudom, se pro, se kontra, de azt tudom, hogy nem volt rá szükség, tehát inkább azt mondom, hogy nem. Cserébe viszont azért legyünk korrektek, ugye 20 éves a Hír TV, azért az, hogy ezt a csodálatos intézményt 20 évvel ezelőtt a Fidesz csak így a pártkasszából megalapította, azért az kemény. Köszönjük szépen. Jobbiknál ugye azért KG Béla is, vagy hát Kovács Béla, ugye más néven KG Béla is elképesztő korrupciós botrányba keveredett. Ott elképzelhető volt, hogy külföldről jött támogatás a Jobbiknak? Nagyon jó lenne kideríteni, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés lenne. Kovács Béla ügyét, és általában az orosz kapcsolatok ügyét egy meglehetősen szűk kör nagyon is zártan kezelte. Gondoljon arra például, hogy az elszakított ukrán területeknél a népszavazáson a Jobbik jelenlegi elnöke tanúsította azt, hogy minden rendben volt, és minden a népakaratnak megfelelően zajlott, tehát itt azért bizony történtek nagyon furcsa dolgok. Ezek az emberek gyakorlatilag ebben az esetben is ez bizonyosodott be, teljesen mindegy, hogy kifizeti őket, ők zsoldban állnak. Korábban az oroszok felé Tendál Gyöngyösi Márton, most pedig az amerikai érdekeket szolgálja ki teljesen nyíltan a Jobbik, és hozzáteszem az vele együttműködő többi párt is. Egyébként hadd hívjam föl még valamire a figyelmet. Márki-Zay Péter pontról pontra mindenben az amerikai külpolitikai érdekeket képviselte, mindenben azt mondta, amit az amerikaiak hallani szeretnének. Csak hogy a magyar választók nem azt akarták hallani, amit az amerikai külügyminisztérium szeretett volna Márki-Zay Péter szájából hallani, hanem teljesen mást, és éppen ezért bukott meg az amerikaiak emberének, Márki-Zay Péternek a politikája, mert ő olyan nyíltan képviselte az amerikai Egyesült Államok érdekeit, emlékezetes például az, amikor a magyar harcoló alakulatokat akart Ukrajnában látni, hogy az már nem volt egyszerűen föl. Én erre mondta végül azt, hogy Karácsony Gergely tanácsadói tehettek erről. Beszélgessünk az uniós források kérdéséről. Ugye szerdán
az Európai Bizottság, mint hogy egy picit keménykedett volna Magyarországgal szemben, az úgy tűnt, mintha az Európai Parlamentnek akarna egy szívességet tenni, amely viszont nagyon erősen támadta Magyarországot. Mi a helyzet ezekkel a forrásokkal? Egyre inkább foglalkoztatja a közvéleményt ez a kérdés. Az Európai Bizottság azért az egy adminisztratív testület, bár nyilván politikai terepen működik. Két dolognak van kitéve alapvetően. Az egyik az Európai Parlament, amelyik tokkalvonóval elzavarhatja őket, hogyha valamilyen összecsattanás van, vagy nagy mértékű. A másik pedig ugye az Európai Tanács, magyarul a miniszterelnököknek, tehát a tagországok miniszterelnökök gyülekezete. Ráadásul ebben a kérdésben a miniszterelnökök fognak dönteni. Tehát az azt jelenti, hogy a bizottság azért letapogatja, hogy mit gondolnak a miniszterelnökök, és azt is letapogatja, hogy mit gondol az Európai Parlament. Amikor az egyértelmű, mit gondol az Európai Parlament, azt pontosan... De az is egyértelmű lassan, hogy mit gondolnak a tagországi kormányok, például a német parlamentben ezügyben egy kötött mandátumot adtak a német kormánynak, hogy azon a bizonyos december elejé szavazáson, amikor erről a kérdésről dönteni kell, akkor Németország miként szavazzon konkrétan nemmel a magyar pénzekre. Azért ez egy nagy tétel, hogyha, mert a német szavazatunk az is nem egy ország egy szavazat, hanem lakossággal súlyozott a szavazati arány. Az, hogy a németeket elvesztettük ebben az ügyben, én azt azért nagyon vészjósulnak tartom. Én azt tartom szörnyűnek, hogy miközben Magyarországot 3000 milliárd forintos forrásvesztés fenyegeti, ennyivel kevesebbet akar nekünk a legnagyobb válság közepén az Európai Unió adni a nekünk egyébként jogosan járó pénzből, aközben vannak olyan magyarnak nevezett politikusok, akik Magyarország érdekei ellen szavaznak. Én ezt a minősített hazaárulás alapesetének tartom, amit mondjuk Cseh Katalinék vagy a DK-s politikusok csináltak az Európai Parlamentben. Magyarország érdekei ellen nem lehet szavazni. Azért tudomásul kell venni, hogy mindannyian egy országban élünk, mindannyian Magyarország érdekét kell, hogy szolgáljuk. Ezek az emberek pedig gyakorlatilag mindent megpróbálnak annak érdekében tenni, hogy Magyarországon minél rosszabbul menjenek a dolgok, ne kapjuk meg ezeket a támogatásokat, hát ha akkor egy lépésnyivel közelebb kerülnek a hatalomhoz. Igen. Szóval az, hogy mi a nemzeti érdek, bocsánat, ezt nem volna János mondja meg, de még csak nem is feltétlenül a magyar kormány, bár neki nyilván primer szava van. Itt azért engedjük meg egymásnak azt, hogy másképpen lássuk a nemzeti érdekeket. Én például a nemzeti érdeknek azt tekintem, hogy Magyarországon az európai források a nép érdekébe érvényesüljenek. Hogy tehát az embereknek magasabb legyen a fizetése, a tanároknak. Hát még az európai uniós forrásokból akarják pedig a bérrendezést a tanároknál. Tehát nagyon sok pedig az nem arra való. Tehát itt van egy csavar, mert az európai forrásoknak semmi köze nincs a magyar bérekhez így közvetlenül. Az európai forrásoknak ahhoz van köze, hogy ezáltal egy nagy fejlesztési leheletet, lendületet kaphat az ország, magyarul marad egyéb pénze, tehát a működési pénzekből kifizetni mindenkit, nem csak a tanárokat, hanem mindenkit. Na már most egyébként ez megint egy külön műsort megérdemelne. Ha egy ország saját magától nem képes a talpán maradni, hanem neki ez külső segítség kell, akkor ott abban az országban nagy baj van. Ez egy Covid és egy háborús válság közepette azért nagyon sok országban nagyon nagy baj. Ez így van, de pontosan azért, mivel máshol is baj van, ezért a mi bajunkat nem lehet mások baja elé tenni. Én csak annyit mondok, hogy az európai források az mindig egy plusz, egy bónusz, egy segítség. Na de ennek az országnak önmagától is kéne tudni működni, önmagától is képes kell legyen kifizetni a tanárokat, az orvosokat, a tűzoltókat, a rendőröket, és még nem tudom, éjjel-nappal sorolhatnám, hogy mi mindent. Amiről itt most szó van, az annyi, és ez sajnálatos dolognak tartjuk, hogy itt tulajdonképpen, ennél is egy állathasonlatot mondok, amikor meg az elefánt, meg az orrszarvú egymásnak feszül, akkor ott bizony az egerek meg a madarak szenvednek. És az egerek meg a madarak itt a magyar nép, és ez az egész húzavona, ez teljes mértékig méltatlan a magyar emberek szempontjából, aztán innentől kezdve ki lehet osztani a felelősséget, hogy ki miben hibás. Ön szerint ki miben hibás? Én abban reménykedem, hogy a Huxit, azaz Magyarország kilépése az Európai Unióból egyre közelebb kerül, és egyre több magyar ember érti meg, hogy nincs értelme az Európai Unióban maradni, hiszen már azt a pénzt, ami nekünk egyébként a piacaink átengedése után jogosan járna, már azt sem akarja az Európai Unió Magyarországnak kifizetni, ráadásul erre a tetre úgy került sor, hogy Magyarországot gyakorlatilag átverték. Gondoljon bele abba, hogy mi igyekeztünk konstruktív
aktívak lenni az Európai Unió szintéren, mindent megtettünk, 17 javaslatát az Európai Uniónak végigverte a kormány az őszi jogalkotási időszakban a parlamenten, annak érdekében, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, most pedig azzal próbálnak minket fenyegetni, hogy elveszik ezeket a forrásokat tőlünk. Ez nyilvánvaló Magyarországnak az az érdeke, hogy megkapja ezt a pénzt. Ezen nem is lehet vitatkozni, Szanyi úr. Magyarországnak az érdeke, hogy ezt megkapjuk, és mégis azt próbálják elérni baloldali tömörülés politikusai, hogy megbüntessék Magyarországot, hogy nekünk minél rosszabb legyen, annál közelebb kerülhetnek. Szanyi úr, tudom, hogy szeretne válaszolni, lejárt az időnk, úgyhogy ön is említett, ez egy következő vitának. Jó, holnap úgy lesz. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, Szanyi Tibor, Holnár János, örülök, hogy itt voltak a stúdióban.